A dolgokba belekeveredtem, hogy nagyon szörnyű. Tudják, testvérek, a világ csábított, a világban éltek, bűnben éltek. De amíg gyerekkoromtól megtanultam az Istent, az mindig bennem volt. És volt ez a félelem, hogy van Isten, és a pokolba fogok kerülni, mert bűnös ember vagyok. És tudják, testvérek, volt olyan időszak, hogy próbáltam keresni az Istent. Leültem a papba. Egeztem a református papot, Récsőn már, leültem vele, megittuk egy főlecét, és mondom neki, hogy hallom, mit csináljunk, fáj a lelke? Mit csináljunk? Menjek papnak tanulni, olyan segítek? Tudják, mit mondott neki? Várj, én sem tudok, mit csinálni. De mit tudok neked javasolni? Én is olyan ember vagyok, mint te. És akkor úgy ránéztem, és nem mondtam meg neki, de elgondolkoztam, akkor miért veszed magadra azt a palást? Miért teszed a fejed azt a sapkát? Miért légy a szószéken? Nem tudsz nekem segíteni. Találkoztam a szombatista pásztorral. A Miska bácsi, mit csinálj? Fáj a lelke. Nincs békesség. Félek, hogy ha meghalok, hova kerülök? Ó, ne kéne megintézni. Meg kéne szombati napot ünnepelni, meg nem enni. Disznós. Kóserétek. Bemerítkezni, hát az majdnem semmi, hát bemerítkezni. Szombati nap, hát még a szombati nap is elmegy, disznóhús, hát legfeljebb a májam nem fog fájni. De mit segít nekem, ha nem leszek disznóhús? Közelebb leszek az Istenhez, szemben leszek? Leültem az egyikre, leültem a másikra. Elmentünk a szomszédfaluba, a diszkóba. A diszkó előtt bementünk a sörözőbe, mert józan észre a diszkóba elmenni, csak nem lehet. Valami fények, valami zene. Kell, hogy egy picit kabult legyél, mert nem érdekes ott a másképpen. Beültünk a sörözőbe, csak bejön ki, srác, nézem, kicsit, ők is rám néztek. Hello. Valami 10 vagy 15 évvel ezelőtt az imaházban találkoztunk. A lelkipásztor, hogy az egyik szolgatói igényhirdetőnek a gyermekei. Hívő szülők gyermekei. Nálunk van az utának közt, van egy olyan becenév, a hívő szülők gyermekei. Leültünk, örültünk egymásnak. De nem az igéket néztük testvére. Jó, berúgtunk, mint a disznó. Úgy örültünk egymásnak. Fizettek nekünk. Másnap testvére, olyan rosszul éreztem magamat. Mennyire csalódott voltam, hogy azok az emberek, akikről azt gondoltam, hogy jó, én bűnös ember vagyok, de ezek az emberek járnak az imaházba. Ezek az emberek keresztények, ezek az emberek az Istennek a szerető népe, ezek az emberek, akiket az Istennek az áldás ott van rajtuk, és ezek az emberek. Én még nem is mernék elgondolni, még reménykedni, hogy ott legyek közöttük. És ezek az emberek mennek, és abba a pocsirába, abba a ganéba mennek, ahol én vagy. Testvére, gondolkozzunk el, pláne fiatalok, hívő gyermek. Jövő szülők gyermekei. Milyen példát azoknak az embereknek, akik ma kint az utcán fájó szívvel keresik az Istent. Keresik az Istent. Kerestem az Istent. Az embereknek kerestem. És tudjátok, milyen kegyelmes volt az Úr, mikor az egyik haverem, aki börtönbe került. Már nem tudtak vele mit csinálni, és becsukták a börtönbe. A börtönbe se nyugodott, aláástak, el akartak szökni. Ott még elkapták. És hazajött egy új ember. Mondja, édesanyám, hazajött Lajos. Na mondom már, fesztiválozik az egész város. Nem, Lajos hívő lett. Micsoda, megfogom. Találkozok a Lajossal, nem ismerem meg. Milyen ember jön ki öt évet ül a börtönbe. Hú, az a beszéd, az a tetoválás, az a bagányság, ez. Ezt pedig nézem egy új ember, ott áll előttem, tiszta szem, tiszta arc, tiszta ruha, semmi káromkodás. Nézek rá. Na, mi van, haver? Én vagány vagyok, két fülből való, én valaki vagyok. Felvettem azt a maszkot. Na, mi van, haver? Kibékültem az Istennel. Na, ne mondd már, milyen szektába mentem. És akkor ránézek, azt mondom. De neked egy szót sem mondtam semmilyen vallásról. Én kibékültem amal az Istennel. A
aki megteremtetett engemet és tégedet. És valamit ott fogsz előtte állni. Abban békültem ki, na jó, majd beszélünk. De elfordultam, és itt valami megfogott engem. Mi van? Az az ülött ember megismerte az Isten? Én pedig jobb vagyok, mert időben nem kapott el a rendőrség. Még nem ültem börtönben, csak az ember nem kaptak el. És én nem ismerem azt az Isten. Benne megláttam az Isten. Egy zűlött emberben, aki nem ítélkezett. Nem jött tanítani engemet, hogy úgy kéne élni, hanem a saját példáját, a szeretetével megmutatom, hogy való élet, való reménység. Testvérek, keresik az emberek az Isten. Nem elégen, már elnézést, hogy picit elhozom az időt, hogy 5 percet kérek. Egy pár hónappal ezelőtt, lehet egy évvel ezelőtt mentek az unalkalomra, felhívott az egyik atyafi, azt mondja, Bálint, egy ember szeretne velem találkozni. Megmondta aznak az embernek a becenevét. Egy olyan ember testvéreim, aki a rablók közt az egyik legnagyobb rabló van. Kárpátalján mindenki ismerte, az egész Szovjetunióban ismerték, egy nagyon nagy rabló. Az ő kezében volt minden, féltek tőle, még a rendőröknek minden. Mondom, miért annak velem beszélni? Azt mondja, tudod, hogy a halálos anyja van? Itt van a kórházban, és haldoklik. És nincs senkije, nincs semmije. Az utolsó, ami történt vele, 8 állampolgársága volt, 8 útlevel, ausztrál, francia, amerikai. A feleségétől elvált, és a felesége, nem tudom hány milliós biztosítást tellett tőle. Egy fillérdékű maradott egy ember, akinek teli zsebek pénz volt, nagy rabló. Mert én már beszéltem vele, de nem tudom. És mikor előttem oda, két méteres nagy bácsi, de már alig tudott járni. A szemembe nézett. Félig zsidó. Félig orosz. Egy nagy rabló. Csak elkezdtem vele, hát ezt nem tudtam mit mondani neki. Elmondtam neki, hogy Jézus szerető. Ott imádkozott. És meg. Utána megvalt egy fél évre, vagy egy 8 hónapra rá, az egész város sokkoló volt. Mikor Szergeinek az apja megtudta, hogy Gyuri bácsi megtért, ő nem jött a szemébe. Ő eljött vele, én megyek vele, megnézem. Kicsit, hogy ez az ember megtért, és valójában megtért. Hát egy évvel ezelőtt még kinevetett minket. Egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy mi hülyék vagyunk. És eljött az idő, mikor ő maga csengett. Testvére, ne ítélkezni. És ne Isten őrizett, hogy mi akadály legyünk valamilyen embernek az életét, hogy megtörténik. Nagyon hamar minden elmúlt, testvére. El fog múlni. Befejeződik az életünk. Nem tudom, hogy mikor, de el fog fejeződni. Ez a pár kis élet. Én már 38 éves vagyok. Úgy belegondolom, aki 80 éves, azt mondja, mi az 38? Testvére, már 38 éves. Még nem még én gyerek voltam. A fia nagyobb, mint én. És még mennyit fogok élni, nem tudom, mennyit kapok az Úr. Nem tudom, látták ezt a filmet a Schindler listája. Odában alatt egy náci, aki nagyon sok zsidó embernek megmentette az életét. Csak úgy, mert neki az jó volt, mert dolgoztak neki ingyen, de a végén, sose fogom elfelejteni annak a filmnek a végén. Mikor ott áll az az ember, áll egy nagy Mercedes mellette, abban az időben a legjobb. Ott állnak az nába bőröndök, és már kész, vége a háború. Mindennek vége. Csak ránéz az ember, ránéz a gyűrűjére, egy nagy fecsétűnő, és azt mondja, hogy ezzel a gyűrűjére én meg tudtam volna menteni. Nem emlékszem hány ember. Ezzel az autóért meg tudtam volna menteni hány embernek az életét. De most már kész. Gátá. Nincs tovább. Nincs értelme. Nem tud semmit csinálni. Testvére, őrizze minket az Úr, hogy ott majd az Úr előtt úgy álljunk, hogy szégyenkezve mondjuk, hogy Uram, leértem, hiába valóban a keresztény életem. Hogy úgy legyek elragadva, mint az a kis falarab, mint az a széndarab. Őrizze meg minket az Úr testvére. Minden egyes napon használjuk fel arra, hogy bizonyságot tegyünk, hogy örüljünk ennek az életnek. Minden egyes perc, az Úrtól kapott perc, örüljünk.
és próbáljunk áldás lenni, ne koncentráljunk magunkra, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, hanem nézzünk fel Jézusra, mit tett értünk, és milyen drága ígéretek vannak, és milyen jó az Úr hozzánk, az ő embereihez, az ő gyermekéhez. Testvérek, áldjon meg minket az Úr, és erősödjük meg az Úrban. Ne nézzünk, hogy mit mond nekünk a sátán. Mi veletek győztesek vagyunk, mi az Úrban vagyunk, és ne csüggedjünk. Ha el is csüggedtünk, kérjük az Úrtól bocsánatot, erősödjünk fel, és menjünk tovább az Úrban. Legyen áldozunk az Úrban. Amen. Csendesek a kérdésünk. Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében megköszönöm neked, hogy te egy szerető Isten vagy. És köszönöm, Uram, hogy az az ember, aki benned bízik, sosem lesz megszégyenítve. Köszönöm neked a drága testvéremet, akik ma összegyűjtöttél itt a te nevedbe. Minden egyes testvéremért hálás vagyok, Uram, és azt kérem, hogy álljon meg mindjárt. Uram, te látod azokat az embereket, akik elcsüggednek, akik különböző kísértésekbe elfáradnak. Atyám, kérem, hogy erősíts fel a testvéreimet. Te vezesse minket, hogy tudjunk még jobban közelebb állni hozzá. Uram, segíts, hogy ne panaszkodjunk. Segíts, hogy mindenhol tegyünk bizonyságot arra a nagy szeretetre, amit kaptunk tőled. Áldjál meg minket, Atyám, az Úr Jézus Krisztus.